nektes. A Szent István halálát követő időszakban polgárháború gyengítette a fiatal keresztény államot. A Ménfői csatában 1044-ben harmadik Henrik lovagi serege elsöprő győzelmet aratott, és ettől kezdve a császárok igényt formáltak a magyar vazallításra. Orzeoló Péter második uralkodásának a pogány lázadás és az István által megbakított Vazul három fiának támadása vetett véget. András és Béla együtt konszolidálta az Árpádház és a kereszténység hatalmát, András királyként, Béla hercegként uralkodott saját területén. Henrik nagy sereget szervezett Magyarország ellen, hogy biztosítsa hűbérúri jogait. 1051. júliusában a német-római birodalom egész serege Regensburgnál gyülekezett. Felvonultak a bajorok, szászok, svábok, a lombardok, karantánok, lengyelek, csehek, a birodalmi hercegek, határgrófok csapatai és a püspöki és apáti seregek. Több ezer lovag és jelentős méretű gyalogság. A magyar hadseregben ekkor még elsődleges szerepe van a könnyű lovasságnak. Az ispánsági birtokok katonasága és a gyepümenti népelemek többsége még a régi harcmód szerint íjjal, távolról igyekszik ellenfelét legyőzni. Már nem olyan összeszokottak a nagyobb lovas egységek, mint régen. A fő csapás mérő erő már a nehéz lovasság. A német sereg két irányból közeledett az ország szíve felé. Az egyik sereg a Dunán érkezett. Gebhard regensburgi püspök flottája Győrig hatolt előre. Onnan várta a további fejleményeket. Henrik a fősereggel Steyerország felől tört be a Dunántúlra. A magyar sereg, melynek tényleges vezetését a harcos Béla herceg látta el, a német sereg várható útjában a felperzselt föld taktikáját követte. Semmit nem hagytak a támadó útjában. A puszta földeken Henrik serege éhezett. Lóállománya drasztikusan fogyott. Béla herceg seregeit a németek hátába, a Zala és a Rába folyók vidékére küldte, hogy az ellenfelet hermetikusan elzárja forrásaitól. A magyar lovagi seregek messziről követték a németek vonulását, de könnyű lovasságunk folyamatosan csatározott velük. Kisebb seregrészeket leszakítva, az utóvédek vonulását elvágva részenként fogyasztották a birodalmi sereget. A német sereg éhezve tette meg a nyomorúságos menetet Székesfehérvárig. A dunai német sereg és a flotta ugyanakkor semmit nem tudott a fősereg támadásáról, a levélvivőket a magyarok mind elfogták. Állítólag hamis levéllel üzentük meg Gebhard püspöknek, hogy azonnal forduljon vissza német földre. A végleg kimerült császári sereg egyetlen lehetősége a túlélésre az volt, ha elfoglalja a várost, megszerzi az abban felhalmozott készleteket. Az erős ellenállás láttán azonban néhány napos ott táborozás után kénytelen volt megkezdeni a veszélyes visszavonulást a Vértes-hegység felé, ahol már mozgásképtelen volt. Ottani megerősített táborában megette maradék lovait és várta a magyar támadást. A magyarok azonban nem siették el a dolgot.
éjjelenként zaklatták a németeket, belövöldöztek a táborba, a német lovagok kénytelenek voltak gödröket ásni és abban aludni. A magyarok zaklatásai és az éhezés a további vonulást lehetetlenné tette, a német sereg felbomlott. Kiki maga próbálta menteni életét, eldobált vértjeik messze hirdették a magyarok győzelmét a vértes dombjain. A német sereg a vértes hegységben tört meg, de még képes volt visszaküzdenie magát a Duna vonalára, és óriási veszteségekkel, de elhagyta az országot.